A jelenések könyve 15. fejezete a Bibliának talán egyik legrövidebb fejezete, mindössze 8 versből áll. A bevezető látomást tartalmazza az utolsó hét csapáshoz. Megjelennek Isten angyalai poharakkal a kezükben, hogy kitöltsék a földi történelem legvégére ezt a hét utolsó csapást, és közben pedig lát János apostol egy üvegtenger tűzzel elegyítve, és a végső hívő embereket, akik átélik majd ezt a hét csapást, de sértetlenül, mert Isten oltalom alá helyezhette őket, mert ők diadalmasok voltak a fenevadon annak nevé-nevének számán. A fenevada a tengerből feljő fenevad iszonyatos cselekedetein győzelmet arattak, és hárfák vannak a kezükben, és énekelnek. Az ének a Bibliában jelképes értelemben tapasztalatot is jelent, és ők elmondják az egyik tapasztalatukat a jó Istenről. Ebben a hónapban napról napra azt vizsgáltuk bizonyos bibliai igék tükrében, hogy ki az Isten. Hogyan ismerhetjük meg, hogy Isten mit mond nekünk, hogyan tanácsol bennünket, hogyan kíván vezetni bennünket. Azt gondolom, hogy a hó végéhez érkezve nem hagyhatjuk ki ezt a gyönyörű éneket, ugyanis olvasom jelenések könyve 15. fejezet 3. és 4. verséből, és énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen igazságosak és igazak a te útaidó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak te egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Érdekes, hogy az ének előtt azt mondja, hogy énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának és a báránynak az énekét. Mondom, az ének tapasztalatot is jelent. Micsoda hatalmas tapasztalatokkal volt tele Mózes élete, aki száraz lábbal átment a Vörös-tenger a népét vezetve, és annyi lázadás, több mint tíz lázadás ütötte föl a fejét vele szemben nem csak mindeiket túlélte, de mindeniken győzelmet is aratott egy kivételével, ezért nem is be az ígéret földjére, viszont Jézus Krisztus feltámasztotta, és ott van a 24 vén között, akit jelenések könyve többször is emleget, a Mózesnek, az Isten szolgájának a hasonlíthatatlan tapasztalata, és a bárányé, mert a Mózes tapasztalatánál volt még egy nagyobb tapasztalat, a Jézus Krisztusé, akinek egyik jelképe a bárány, a Getsemáné kertig bezárulag, ahol a mi emberiségünk sorsa eldőlt, mert a Golgota előtt már eldőlt a mi sorsunk, amikor Jézus vérverítékes küzdelemben legyőzte az emberi természetét, és elhatározta, hogy meghozza Hatalmas áldozatát az emberért, az emberiségért. Mi ez a tapasztalat, amiben Mózes is, meg a bárány is osztozott a földi létezése során, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaidó Szentek királya hogy az Isten mi mindent tesz ezért a világért, hogy a Szent élek láthatatlanul mi mindent munkálkodik, amit mi nem tudunk a háttérben, hogy mi minden rosszat akadályozott meg már a történelemben, hogy még egyáltalán itt vagyunk és beszélgethetünk egymással, és az ember a gonoszság közreműködésével még levegőben nem röpítette a világot. Mi minden munkája volt és van ma is Istennek ebben a második, amit csak látunk, de amiből lehet következtetni, hogy abban is Isten milyen fékező erőket léptetett életbe, hogy az igazság, hogy a te igazságot, hogy amit te akarsz, az érvényesüljön, amire te vágyakozol, az beteljesedjen. És amit látunk, abban is milyen sok mélység van. És sokszor, amikor visszatekintünk évek, évtizedek múltán, hányszor mélyül el bennünk ez a tudat, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaidó Szente királya, ki ne félne téged, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert egyetlen egy igaz magatartásunk van Isten iránt hogy elismerjük, hogy ő igaz, igazságos, hogy az Úr igaz, igazságot szeret, és az igazak látják az ő orcáját, hogy említettük-e hónap során a 11. Zsoltár befejezéséből, ez szője át a mai napunkat, ez a lelkesült vallomás, hogy mi egy igazságos Istent képviselhetünk.